Hát sziasztok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ma szintén egy vlogot fogok nektek készíteni. Szeretnék felvenni a héten még egy, igazából szilveszter előtt akartam felvenni egy ilyen társasjáték ajánlót felnőtteknek, mármint nem ilyen plusz 18-asat, ne értsetek félre, hanem amivel mi játszani szoktunk itt társaságba. Van egy csomó, ami tényleg nagyon megragadott, és tök jól szórakozunk most, hogy a szilveszterkor ugye nem lesz diszkó, meg buli, meg bál, meg hatalmas nagy összejövetel, viszont azért kis családtagok, barátok ugye összejönnek. Arra gondoltam, hogy csinálok nektek egy ilyen társasjáték ajánlót. Az egyetlen problémám, hogy ott vannak bent a társasjátékok, látjátok, a közvetlenül a karácsonyfa mögött. És ha előállok a férjemnek, hogy cinceljük át a karácsonyfát, addig még kiszedem a társasjátékokat, hogy mégiscsak meg tudjam mutatni, nem biztos, hogy fogja díjazni a humoromat. Ja, úgyhogy ez még nem a mai nap lesz, vagy lehet, hogy a mai nap fel fogom venni, de nem vagyok teljesen biztos benne. Jön a papa, és megyünk még egy-két helyre a férjemmel ketten. Volt betegállományban 2 napot a hónapban, és ezt le kell adni a szociálisba a papírokat, azokat kell elrendeznünk, meg egy-kettő ilyen hivatalos helyre megyünk, meg az orvoshoz a papírjáért. Mert ahogy mondtam nektek az előző videóban is, közben felveszem az oknimat, mert fázok, ugye úgy volt, hogy el kellett menni a PCR-tesztre, és amikor már el kell mennie, vagy amikor itthon van, addigra kiírja az orvos, úgyhogy ezeket kell még elintéznem, meg hogy őszinte legyek, jó is lesz végre egy picit kiszabadulni itthonról, mert tényleg több mint egy hete be vagyunk úgymond zárva ide, 5-en a mi kis buborékunkba. Úgyhogy ma egy kicsit csavargunk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk ma is. Ez nem olyan rossz. Aha, tényleg. Na csajok, ez megint egy kicsit ilyen beszélgetős vlog lesz. Mi hazaértünk a férjemmel, és most már 12:30 elmúlt, és leadtunk minden papírt, meg elrendeztük azt, amit el kellett. Nem azt mondom, hogy hű, de nagy sikerrel jártunk. De befejeztük. Szóval ja. Hazajöttünk, elaltattuk a gyerkőcöket, és közben képzeljétek el, hogy feltettük a férjemnek az óráját a netre tegnap. Tegnap előtt? Nem, talán tegnap délután. Aplevacs 3-asa volt neki is, hogy eladjuk, mert ő szeretne újabbat, úgyhogy azt próbálunk megkeríteni, viszont ugye kijárási tilalom van, és csak indokolt esetekben lehet úgymond mászkálni, szóval ez most egy kicsit necces, meglátjuk, hogy tudunk-e neki venni. Elvitték még ma az a vét, tök aranyos srác jött érte, úgyhogy azt sikerült is közben eladnunk. Én pedig most még megyek egy eredményért, és közben meg bemegyek a Lidlbe, mert már nincs otthon kenyér, nincs otthon... Mit akar? Ja, tej, az még, ami fontos. Meg meglátom, hogy mi az, ami. Annyira sokan ajánlottatok porszívókat, most nézegettem, mert én nagyon-nagyon szeretem a robot porszívónkat, ez tény, én ezt mondtam nektek már nagyon sokszor is, a nappalit, a konyhát, meg a két nagyobb gyerkőcnek a szobáját, tök jó, ki is takarítja, viszont a mi hálószobánkat, meg Nathannak a szobáját nem, mert ott a mi hálónk ugye gyakorlatilag csak egy ágy van bent, és nagyon kicsi a hely, és ott ugye abszolút nem fér el, nincsen tere közlekedni, és ha látjátok, itt épül mögöttem a Billa, ez itt lesz hozzánk tök közel. És ezeket a kicsi kis helyeket, ahova nem fér be, azokat szeretném kitakarítani, és a régi porszívók már nagyon-nagyon gázos, úgyhogy ajánlottatok egy csomóan márkákat, és írtátok azt is, hogy nézzek YouTube videókat az adott típusról, viszont az a helyzet, hogy én tipikusan az az ember vagyok, aki szereti megnézni, szóval én szeretem megfogni, hogy mennyire nehéz, hiába van odaírva, hogy 5 kiló, az... Na, nem azt mondom, hogy nem tudom, mi az, hogy 5 kiló, de hogy teljesen más az az 5 kiló megfogva tartásra, teljesen más, hogy valaki azt mondja, hogy valakinek könnyű szétszedni, valakinek nehezebb, úgyhogy... úgyhogy nem döntöttem el, még vacillálok, mert tényleg szeretném megvárni azt, hogy
hogy mi lesz. Főleg most, hogy akkor most marad továbbra is ez a korlátozás, és nem nyithatnak ki a boltok, vagy ma van ilyen kormányülés, vagy mi a túró. És akkor ma dől el, elvileg 3 hétre rendeltek el a kijárási tilalmat, december 8-áig, 10-ig, nem is tudom, hogy pontosan meddig. Viszont nem tudták meghosszabbítani valószínűleg az ilyen óvintézkedéseket, mert hogy túl sok ember beteg bent a kormányba is, és nincs elég ember a szavazáshoz, szóval most már full nem tudom, hogy mi van. Minden esetre én örülnék, hogyha úgy tudnék venni egy-két dolgot, mind akár az órát is, hogy oda megyünk és meg tudjuk nézni, szóval lehet, hogy erre még várnunk kell egy kicsit. Na mindjárt ideérek a Lidlhöz. Bemegyek egy kicsit, shoppingolok, már komolyan mondom, ez lesz a kikapcsolódás, hogyha néha elmehetek egy-egy üzletbe bevásárolni, vagy hasonlók, úristen. Nézem itt a sort, mert itt a mellettünk van egy ilyen, hát nem kórház, hanem nem is tudom, hogy mi a neve, és itt csinálják a teszteket, és akkora sor van megint, ugye itt ingyenes antigén teszteket csinálnak, de totál az utcára kilóg a sornak a vége, gyerekek, hihetetlen. Sziasztok! Ma már milyen nap van? Kedd van. Reggel 9 óra, már a gyerekek reggeliztek. Én pedig megint orvoshoz készülök. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt a vloghetet most meg fogom tudni nektek csinálni, mert egészségügyi dolgaim miatt valószínűleg kórházba kell mennem, és valószínűleg bent is kell maradnom egy pár napot, és esélyes, hogy ez még most a héten sajnos műteni kell, de egyelőre erről nem szeretnék nektek beszélni, majd hogyha lelkileg egy picit erősebb leszek, akkor majd lehet, hogy elmesélem nektek, vagyis vettem fel ezzel kapcsolatban egy videót, de nem tudom, hogy ki fog menni a csatornára, vagy hogyha igen, akkor mikor, vagy az ilyen dolgokról egyáltalán akarom-e, hogy úgymond bárki rákattinthasson és megnézhessen. Még nem tudom. Szóval most sem nagyon tudok nektek mit prezentálni, mert délelőttön valószínűleg megint orvosra járással fog telni. A gyerekek itthon vannak, jön át hozzájuk a keresztanyukájuk, ővele fognak játszani. A férjem elment, még van egy munka, amit befejeznek. Én pedig igazából a betegségem miatt fölök a saját levembe így napok óta, mert egy eléggé komoly dologról van szó. De mindegy, ez most nem a videónak a lényege. Úgyhogy délelőttem arról fog szólni, hogy megint orvostól orvosig járok, és valószínűleg szétizgulom az agyamat. Aztán tegnapról maradt még rántott hús, meg rizs, és az lesz az ebédünk. Sikerült tegnap az órát megvenni a férjemnek, ezt ő elintézte, ehhez nem is akartam igazából hozzáfűzni semmit, eladtuk, ő megvett, amit szeretett, én ezt a haverjaival elintéztem, mert nekem... Szóval ezt ő úgy, ahogy volt, elintézte, ebben nem akartam beleszólni, de örülök neki, hogy legalább sikerült neki, mert már régóta szerette volna. Szóval igen, így állunk most, nem akarok ebbe a videóba szomorkodni meg semmi. Semmi ilyesmi, még délelőtt, hogyha hazaérek, még egy-kettő házi munkát, ilyen kávétöltés, meg hasonlókat meg kell csinálnom. Egy picit összerakodok még a nappaliban, meg a szobákba, aztán utána azt hiszem, hogy lezárom ezt a videót, hogy a mai napra tudjak mit kitenni, mert nem készültem előre. Pont azért nem, mert egyszerűen nem volt egy kapacitásom rá, és most sincs, ezért mondom, hogy nem is biztos, hogy a héten végig tudom csinálni ezt az egész vloghetet. Meglátjuk. Hello!
tetejére, mert ez lesz akkor a teteje. Mert ha nagyot teszed, alulra rá nem megy. Mi a szélire? Nézd, Lili viselt a gyertyát. Aha. Nekünk is van medvétlen. Mit tettem el? Fölgyötted? Éppen építek egyet. Végeztem, 10 óra 47 perc van, végeztem az orvosokkal mára, legalábbis remélem, nagyon remélem. Most megyek haza és megebédeztetem a gyerekeket, közben elmentem az injekciómra is, és voltam ugye még másik orvosnál is, és nem mondom, hogy jó híreket kaptam, de nem rosszabbakat, mint amiket eddig tudtam, úgyhogy ez már a mai nap nekem jónak számít. Így ilyen szinten, közben elmentem az aszmás injekciómra is, és ott is a három nővérkéből kettő beteg volt, és nagyon nehezen tudtam lekommunikálni a dolgokat, mert a férjem most ugye dolgozik, és ott meg csak szlovákul tudnak, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, mert felhívták a másik szakrendelőt, ahol elmagyaráztak nekik mindent. Szerettem volna megkapni még az injekciómat most, mert hogyha a héten nekem be kell feküdni a kórházba, akkor nem szeretném, hogy az elmaradjon, mert az én aszmámban ez nagyon-nagyon sokat segítés. Hogyha meg kell műteni, akkor ugye azért nem mindegy, hogy mennyire hat még ki, úgymond az aszma is. Szóval igen, mit akartam mondani, talán semmit, hazaértünk, és most már csinálom az ebédet, még a gyerekeknek megmelegítem. Aztán nem is tudom, hogy hogyan fog folytatódni a nap. Na hát, megebédeztünk, 12 óra 4 perc van, mind a három gyerkőt alszik, és én nekiállok videót vágni, ameddig egy kis csendes pihenő van itthon, és nekiállok eltakarítani az ebéd utáni romokat. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!